A statisztikai hivatal adatai szerint az országnak 7.258.753 lakosa volt a múlt évben. Ez több mint 32.000-rel kevesebb, mint 2010-ben. Tavaly a házasságkötések száma is csökkent. A férfiak átlagosan 33, a nők 30 éves korukban házasodnak. 2011-ben 2000-rel kevesebb baba született, mint az előző évben. A legtöbb nő 25 és 29 éves kora között szülte meg első gyermekét az említett időszakban. A szerbiaiak átlag életkora 73 és fél év. A statisztikai hivatal szerint a legtöbben szív- és érrendszeri vagy daganatos megbetegedésben hunytak el az említett időszakban. Tavaly csökkent a csecsemő halandóság és az öngyilkosságok száma. Szerbiában a lakosság 25,5%-a munkanélküli, ez az arány 3,3%-kal magasabb, mint egy éve. A férfiak 25, a nők 26,1%-ának nincs állása. Vajdaságban a lakosság 27,2%-a, míg Belgrádban 22,7%-a munkanélküli. A szerbiaiak 17%-a végez fekete munkát. A felmérést áprilisban készítette a statisztikai hivatal.